Jézus Krisztus mondja, betelt az idő, elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak Samárián kellett átmenned, hanem ezen az egész világon, és itt Úr Jézus Krisztus ezen a csendes héten és csendes hétvégén, és személyesen az életünkön, és köszönjük, hogy kopogtatsz. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy megnyithattuk már sokan az életünk ajtaját te előtted. Adj, Úr Jézus Krisztus, halló szívet annak, akinek ma mondod, íme az ajtód előtt állok és zörgetek, és ha meghallod az én szómat, bemegyek hozzád, veled vacsorálok, és te én velem, veled maradok örökké. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azért jöttél, hogy megkeresd, és hogy megtartsd az életünket, és döbbents rá, Úr Jézus Krisztusunk, hogy áldott és gyümölcsöző, szolgálatos csak új szívvel, a te szabadításod örömével lehetséges. Köszönjük, hogy személyesen beszéltél a Samári asszonnyal, személyesen beszéltél leprással, haldoklóval. Köszönjük, hogy személyesen szóltál és szólsz hozzánk is. Úr Jézus Krisztus, adj most is személyes szót, rendítsd meg a szívünket. Köszönjük, hogy amikor ott voltál a kereszten, megrendült a föld. Köszönjük, hogy amikor feltámadtál, megrendült a föld, és amikor a tiéd imádkoztak, akkor is megrendült a föld, de a mi szívünk keményebb a földnél is. De köszönjük, hogy a te ígédnek van hatalma a szívünket megrendíteni. Köszönjük, hogy ígéd és lelked által te vagy középen. Könyörülj rajtam, rajtunk most is, hogy semmit magaméból nem mondjak, de a te mennyei szódból semmit el ne hallgassak, és az emberi bölcselkedésből semmit hozzá ne tegyek. Úr Jézus Krisztus, állj meg középen, és áldj meg bennünket a te békességeddel, amely minden értelmet, emberi és démoni értelmet is felülhalad. Világíts be a szívünkbe, találj szíven, Urunk! Jézus vérét kérjük ezt, Atyánk. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján és Szent Lelke segítségében bízva az ő üzenetét, hirdetni kívánom közöttetek ezen a mai délelőtten, ugye egy ember, egy ember ki, tehát a létszám megvan. Hallgassuk Isten igéjét a János írása szerinti Szent Evangélium továbbra is 4. fejezetéből. És olvassuk Isten igéjét, attól tegnap a fonalat letettük, olvassuk újra a 23. verstől, a 30-kal bezárólag, és utána pedig még a 39-től 42-ig. János evangéliuma, 4. fejezet, 23. versétől. Tehát. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert,
aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá, azaz Jézushoz. S 39-től, abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. 28. és 42. verset húzzuk alá János 4-ből. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba is, szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok. 42. Az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ugye a hétvégén címe úton a lelki halálból a lelki örök életre. Testvérem, hol tartasz most? Hol tartasz most? Ugye volt egy elindulás, egy megérintés, a küszöb állapot, és a küszöb állapot, hogy beszéltünk róla, azért veszélyes, mert aki távol van, az saját maga számára is nyilvánvaló, hogy én még távol vagyok az Istentől. És ugye mennyivel előbbre van, akinek az óra előtt megy el a vonat, mint aki még alszik, amikor a vonat indult. És éppen azért veszélyesebb, ugye nem messze vagy az Isten országától, azaz jól irány, de lépjél be. És amikor eljut odáig, eljutott Samária asszony testvérünk, és amikor eljutottál oda, hogy már nem egy ember szól hozzád, nem egy könyvet olvasol, nem egy előadást hallgatsz, hanem maga Jézus beszél veled személyesen. Mert azt mondja az övének, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. Tehát amikor Isten igéhez hűséges bizonyságtétel szólal meg, akkor személyesen Jézus szól hozzád, és akkor itt jutunk el, hogy rajtad keresztül. Ha már az övé a szíved, mert a mai ige hirdetésünk címe a keresztény életnek a fő feladata másokat Jézushoz vezetni. Mert a megtérés az nem öncélú. Hanem amikor meghallottál egy örömhír, tovább akarod adni? Amikor valaki a megtér, a következő pillanatban megáll a szíve, mennybe kerül, egészen addig az Úr akar használni. Mert hogy jutott el hozzád az evangélium? Úgy, hogy Jézus a mennybe menetel, akkor 12 férfira rábízta, hogy tanúskodjatok arról, hogy láttatok meghalni, láttátok a holttestemet, és 48 óra után láttatok újra élve. És az azt jelenti, hogy a kettő között történt feltámadás. A kísértőnek még van egy ilyen trükkje, hogy tulajdonképpen nem is volt az valóságos halál, hanem csak a klinikai halál állapotában volt Jézus, hallottátok ezt a herezist már. Ez miért nagyon veszélyes, mert akkor nem történt volna feltámadás. És nézd meg, hogy ebben is Isten igéje milyen pontos, mert ott volt a proféciában, hogy a Jézus csontját nem lehetett megtöretni. Miért? Mert ő a tökéletes páskabárány, akinek nem lehetett megtörni a csontját.
és a másik kettő még nem halt meg mellette, annak eltörték a lábszár csontját, hogy fulladjanak meg. Jézus már nem élt, de a biztonság kedvéért neki átszúrták a szívét. És ugyanúgy ma is, akár kórházban, akár otthon hal meg valaki, egy orvosnak ki kell állítani a halott vizsgálati bizonyítványt, mielőtt ráteszik a szállítható, temethető, hamvasztható cédulát a lábujra. És amikor Arimátia József meg Nikodémus el akarják temetni Jézust, és bemennek Pilátushoz, akkor Pilátus, hadd fordítsuk le, így veszi a szolgálati mobiltelefonját, megcsörgeti a kivégző századost, hogy Jézus valóban meghalt-e. És a római hatóság elég szigorúan vette azt, amit ő tett. És azt mondta, hogy valóban meghalt, temethető. Mit mond Jézus a jelenések egyben? Halott voltam, de íme élek. Ez mit jelent, hogy a halálomból Jézus Krisztus feltámadására legnagyobb erő visszajönni halálból. Sok mindenre van emberi megoldás. A halálra, kedves testvérem, nincs emberi, csak mennyei. És hányan problémád van, amire próbáltál emberi megoldást, és nem sikerült? Kértél-e már mennyeit? És ugye beszéltünk arról, hogy hol fordul meg ennek az asszonynak az élete? Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. És van egy nagyon gyakorlati dolog, amiből látszik. Miért ment az asszony ki a kúthoz? Miért ment ki a kúthoz? Vízért. És amikor elindul vissza a városba, ott hagyta a korsót. Amiért ment? Az élete célja. Hogy túlélni ezt a lelki sivatagot. Vitte a vizet. A víz egyébként, nézd meg, hogy egy élet, mert létfeltétel. És az Isten igéje is, mint élő víz, létfeltétel. És ebből látszik, hogy amire ő eddig fókuszált, azt mondta, egye a csuda a meleg vizet, egye a csuda a vezetékes vizet, az internetet, a központi fűtést, a vezetékes meg a palackos gázt. Én megtaláltam a messiást. Megtaláltam az életem értelmét, és miért ment be? Azokhoz az emberekhez, akik elől bujkált, nekik hirdetni a Krisztust. És testvérem, te mit hagytál már ott Jézusért? Ameddig nem találkoztál Jézussal, miben vagy kiben láttad az életed értelmét, boldogságát? Az előtte van az Istennek, az a bálványod. És minden, ami vagy aki elébe kerül az életedben, a rangsorban az Istennek, az rád fog borulni. Mint a Bábel torony. Testvérek, az egyik véglet, amikor nem szeretjük, nem tiszteljük egymást. De mit mond Jézus, hogy aki jobban szereti, az, hogy anyóst jobban szereti, mint Jézust, az a veszély, az ritkánál fennazott, nincs is abba felsorolásba. De aki jobban szereti apját, anyját, önmagát, házastársát, gyerekét, bármit, mint engem. Van egy olyan fordítás is, hogy aki meg nem gyűlöli, de az a pontos a fordítás, hogy aki jobban szereti. Mert többféleképpen fordítható az a görög szó, ott abban a szövegkörnyezőben az a pontos fordítás, az nem méltó, hogy engem kövessen. Nem mondja azt, hogy utáld meg, hanem azt, hogy tedd második helyre, mert az a védettebb hely. Kit, ha aki, ami vagy aki, az első, meg a második, meg a harmadik helyen volt az életed rangsorában Jézus előtt, bekerült a védett helyre. És tudjátok ki az első számú bálvány? Egócska.
egócska. És testvérem, mit vagy kit kell otthagynod a dobogós helyről, hogy ne boruljon rád? Hogy Jézus kerüljön. Jézus kerüljön előre. És nézzük meg aztán azt, hogy bizonyságot tett önmagáról úgy, hogy Jézus volt a középen. Mert van olyan bizonyságtétel, amiben van egy hangsúly eltolódás, és én vagyok a főszereplő. Kedves testvérem, a saját magad bizonyságtételének te vagy a főszereplője, vagy Jézus. Legyen személyes, hogy az életedben mi volt Krisztus előtt, hogy volt a Krisztussal való találkozásod, és mi van a Krisztussal való találkozásod óta. Ne a Krisztus után legyél úgy, hogy már én már Krisztuson túl vagyok. Mert az is egy vészes dolog. Legyen személyes a bizonyságtételed. De testvérem, Jézus Krisztus legyen a középpontban. És ez már szolgálat. Ez, amit a lélekmentés szenvedélye vezette. Üdvösséget kaptam, és nem szeretném, hogy a falubelieim, a szomszédaim, a rokonaim, meg az ellenségeim elkárhozzanak. Ezt vagy Sükös Pál mondta, vagy Siklós József, hogy mondd, komám, mondta teológusoknak és lelkészeknek, a lélekmentés szenvedélye nélkül mit kódorogsz ezen a furcsa pályán? És nem lelkészi feladat a lélekmentés, hanem hívő feladat. Azaz nem csupán lelkészi feladat. Vannak lelkészi állások, elvégzik a lelkészek, mi majd szurkolunk nekik. Nem, ha Krisztusé a szíved, akkor ott van a lélekmentés szenvedélye, mert nem akarod, hogy a másik elpusztuljon. De testvérem, minden némi szolgálatnak, a bizonyságtételnek, a kapunyítási, harangozási, bármilyen szolgálatnak is az erőforrása az a Golgota keresztje. Mert minden olyan szolgálat, aminek nem az erőforrása, a dinamisza, ebből jön a dinamit, hegyeket mozdít el a hitetek testvére. Az a szolgálat, aminek nem az erőforrása, a Golgota keresztje, a Krisztus feltámadásának és kereszthalálának bűntörlő ereje, az vagy erőlködés, vagy erőtlenség, vagy erőszakoskodás. Ő pedig adja nem a félelemnek, nem az aggódásnak, nem az erőtlenségnek, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Testvérem, ki a felelős Jézus Krisztus haláláért? Volt egyszer a Vasárnap Iskolai Szövetségnek egy ilyen gyermekmunkás felkészítője feltámadás ünnep előtt, és a szolgálattevő volt ugye a tanító, és a felkészítendő szolgálattevők voltak a gyerekek. Mint bemutató tanítás, és mindenki feltette a kérdést, hogy na, ki a felelős Jézus halálja. Pilátus. Részben igen. Júdás. Részben igen. Főpapok. Nagy tanács. Részben igen. A tömeg. Ugye, már volt egy kis észben demagógia ott is. Működött. Jó, részigasságok. És mondta a tanító, hogy mindenkinek le van téve egy kis lapocska az asztalánál, fordítsd meg, ott van a felelős. Mindenki megfordította, tudod, mi volt a lap másik oldalán? Tükör. Tükör. Testvérem, ha magadra veszed,
és nem egy 8 milliárdot felelősségben, mert akkor nem olyan nagy, mert hát a többiek azok mégiscsak rosszabbak, mint én, hanem ha egy-egyed felelő, egy-egyed arányban, azaz 100%-os arányban magadra veszed, hogy Jézusom, én okoztam a halálodat, akkor 100%-osan magadra veheted az ő kegyelmének a bűntörlő erejét és megerősítését. De addig nem. Mert nézd meg, hogy a pünköstkor megtérők azt mondták, hogy mi vállaljuk, hogy az én bűnöm az egy szög a Jézus Krisztus keresztjében. De onnantól szabadítást kaptak. Testvérem, ez mindenhol van, nem tudom, Nagy-Britanniában a király adja a kegyelmet, máshol ugye az elnök, de a kegyelmi kérvény az nem, nem az, hogy joghézag áldozata lettem. Volt valamelyik német császár vagy fejedelem meglátogatott egyszer egy börtönt. És mondta, hogy ő mindegyik rabbal szeretne 3 percet 4 szem közt beszélni. És mindenkitől azt kérdezte, hogy miért van itt. Fejedelem, én vádalkú miatt kerültem ide, rám vallottak. Aztán hamis tanúzás, joghézag, korrupció, és volt a több száz rab közül egy, fejedelem, jogos. Amit én elkövettem, jogos. És utána mondta a börtönigazgatónak, hogy hívja össze az egész börtönt, mert ő szeretne, eldöntött, hogy ő szeretné itt most amnestiát adni. És akkor mindenki azt gondolt, hogy hát megdumáltuk a főnökkel, és azt mondja, börtönigazgató úr, van ott az az egyetlen egy bűnös. Na azt engedje ki innen, hogy ezt a sok ártatlan meg ne fertőzze itt a bűnösségével. Testvérem, ha odamész az úrhoz, hogy atyám, mit mond a tékozló fiú? 3 dolgot. Atyámnak nevezi az Istent, azt mondja, hogy vétkeztem, és azt mondja, hogy bocsáss meg. És pont. És tulajdonképpen ezt tegyük bele, hogy az atyai ölelés, meg az atyai csókna az Jézus. Mert Jézus érke az bocsánat. Nézd meg, mondhatta volna, hogy atyám, pont gazdasági válság volt, amikor elfogyott a lé. Atyám, nem adtál elég pénzt? Átvágtak a haverok, mert amikor én fizettem nekik, nem adták vissza. Ellenállhatatlanok voltak a lányok. És tulajdonképpen mindegyik részigazság. De ő nem dumált mellé. Hanem azt mondta, hogy atyám, én vétkeztem, azt mondja, adjál még egy kis pénzt, hogy menjek vissza a buliba. Szóval megint beáll egy válság. Ő tulajdonképpen eladta a lelkét a kísértőnek, mert elszegődött a vidéknek egyik polgárához, ennek a világnak egy fejedelméhez. A tékozló fiú eladta a lelkét a kísértőnek, ja? És azért jött az ember, hogy az ördög munkát leroncsol, hogy megszabadítson a kísértő hatalmából. Tulajdonképpen a sátán zálogosított. Hitelt adott, az kéri a kamatot, ezt nem bírjuk fizetni, ismered azt az adósságot, amikor nem bír. És visz mindent. Abban az időben nem a házat meg az autót vitték, a családot. És ezért Jézus a megváltó. És nézzük meg, hogy amikor mi csúszunk valamiben, akkor mit mondjuk, hát ilyen volt a helyzet, olyan volt a helyzet. Rávettek, rászedtek, egyengültem, hát... Az jött ki belőlem, ami bennem volt. Tehát, én vagyok az Úr Jézus Krisztus halálának az okozója, de én vagyok az Úr Jézus Krisztus feltámadásának a megajándékozottja. És ez még ikertestvér az érthető vagy érthetetlen döntés történetének egy másik, egy ikerpár története. Ez a jogtörténetben is egy fejtörést okozott.
Ez a Közel-Keleten történt meg néhány száz évvel ezelőtt, hogy volt egy fiatal férfi ikerpár testvér, akik megszólalásig hasonlítottak egymásra. Az egyik egy átadott életű hívő volt, a másik meg egy körözött bűnöző. Egész jó párosítás. És ugyanabban a városban éltek, és hívta nagyon sokszor a hívő fiú az iker testvérét, hívta a gyülekezet, de azt mondja, hogy Glasgow mellett van egy csendes hétvége, gyere el velük, lesz ott néhány hívő is. És mondta, hogy hagyjál engem békén, szentfazek a közé nem megyek. És egyik éjszaka külön laktak, arra ébredt a hívő fiú, hogy most nem döngetem meg az ajtót, döngetnek az ajtóján, tesó, engedj be! Kinyitja az ajtót, ott áll az iker testvére egy véres ruhába. Szóval, mit csináltál te? Eszetlen. Azt mondja, hogy engedj be gyorsan, mert üldöz a hatóság, mert elmondom, azt mondja, a szomszéd utcába betörtem, volt egy idős bácsi, tudtam, hogy egyedül lakik, kirabolom, felébredt, és hát megöl, leszúrtam, hogy ne legyen tanú, de a lovas járőrök éjszaka pont arra jártak, és nyomomban vannak. Rejts el! És azt mondta, hogy figyelj, dobd le a véres inget, menj be a hálószobámba, tudod, hogy hol van tiszta ruha, öltözz át, és bújj el. És a házigazda iker testvér felvette a véres ruhát, és hatóság már abban a pillanatban döngetett, hogy nyissák ki, mit tudom én, csendőrség, hatóság, és ő kinyitott a véres ingbe. Maga jött be az előbb, de igen, maga volt a szomszéd utcában, igen, maga ölte meg a szomszéd bátyit, igen. Elvitték, és mivel az iker testvérének a bűnlajstról már nagyon sok minden volt, és abban az országban élő volt a halálbüntetés, ezért gyorsított eljárásban jogerős, végrehajtandó halálos ítélet. És megkérdezték tőle, mi az utolsó kívánsága. És azt mondta, hogy kérne egy borítékot, egy papírt, meg egy írószert. És itt egy levelet. Kedves testvérem, én meghalok most a te tiszta ruhádban, én meghalok most a te véres ruhádban, te éld tovább az én életemet az én tiszta ruhámban. Szeretettel testvéred. Na ez a testvéri szeretet. Lezárta a borítékot, megcímezte a saját maga címére, és meghagyta, hogy a kivégzése után kézbesítsék csak a levelet. Végrehajtották a kivégzést, és kézbesítették a levelet. És amikor a körözött rablógyilkos kinyitotta a levelet, összetört. Itt. Nem amikor azt mondta, hogy hagyd ott a bulit. Hagyd ott a szeretődet. Hagyd ott a fekete pénzt. Hagyd ott a kokót, az alkoholt. Amikor rádöbbent, hogy valaki érdemtelenül az életét adta érte, és bement a hatósághoz, és feladta magát. Úgy, hogy akkor nem kellett volna. És azt mondja, hogy engedjék szabadon a testvér, iker testvérem, mert itt a bizonyíték, hogy én vagyok a gyilkos, nem ő. És azt mondja, nem tudjuk szabadon engedni, mert az ítéletet végrehajtott. És azt mondta, akkor végezzenek ki engem is. Testvérem, amikor valaki meg akar téged győzni emberileg, hogy ne ez bűn, amit csinálsz, ne szóljon bele az életembe senki. De amikor az Isten lelke meggyőz arról téged személyesen, hogy mi a bűn, akkor odaállsz az Isten elé. Tartasz-e már itt? Tudtam mondani, hogy végezzenek, és összeült újra a bírói tanács, akkor most mit csináljuk?
Mit csináljuk, atyám férfiak? Végre van hajtva az ítélet. És hoztak egy alapjogi döntést is, mert ugye ezek precedens perek, hogy ugyanazért a bűnért az ítéletet nem kell kétszer végrehajtani, mert az ítélet végre van hajtva. A helyettes áldozaton. A helyettes áldozaton. És feltételes módon szabadon engedték, és azt mondták, ha innentől nem követel több bűnt, szabad. És mit gondoltok, hova ment? Tessék? Pontosan, hogy ülek, elment, megnézte, hogy még ott vannak-e a Bible Centerben a csendes hétvégén. A templomba ment a gyülekezetbe, és nem visszament a nőjéhez. És ez a fiatalember megtért, és testvérem, fordítsd le. Az Úr Jézus Krisztus magára vette szennyes ruhámat. És megbékítette Isten atyámat. És aki az Úr Jézus Krisztus helyettes áldozatára hivatkozik, azon Isten az ítéletet még egyszer nem fogna végrehajtani. De azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezz. Az én bocsánatom erejével. Ez a kereszt titka. És nézd meg, onnantól fogva ez az asszony, onnantól mondta a testvér is, én vétkeztem, én vagyok a bűnös. Ez az asszony visszamegy az őket megszóló, meg az utána fütyülők, meg az ő haját megtépők közé, és azt mondja, hogy gyertek ki a Bible Centerbe, mert ott van kinn a külterületen, ott van Jézus, egy személy, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Azok a bűnök, amiket addig rejtegetett, tudott nyíltan beszélni. Vétkeztem. Testvérem, miért? Mert a Jézussal való találkozása során, bűnvallása során szabad lett a vétkeitől. Testvérem, amíg valamit rejtegetsz, attól nem vagy szabad. Ezért van a 18.-19. Zsoltárban, titkos bűnöktől szabadíts meg engem. A titkos bűn az egyik, amit tudok, de takarom, a másik, meg Uram, mutasd meg azt, hogy mi van az életemben, és még észre sem vettem. És az a döbbenetes csoda még ebbe, hogy Jézus nem azt mondja neki, hogy ne legyen már, ne pattogjál már itt annyit, most legyél parkolópályán, legalább lássuk, hogy egy hónapig tudsz-e önmegtartóztató életet élni, és majd, ha működik, akkor utána majd beállítanak a bizonyságtételbe. Hogy bemegy a városba, és nem azt mondja, hogy te beszélsz, te könnyűvérű. Nem. Valósággá tette Jézus az életében a bűnbocsánatot. Testvérem, ha valakinek, amiről beszéltünk is, cipelt, rejtett, takart nyomorúsága van, nem lesz gyümölcsöző a szolgálata meg a bizonyságtétele. Ezt Isten végig, Isten teszi áldásá. Tehát hiába elmegy valóba valaki ismeretlenként, és kiosztja az észt. De a nem valóság az életében a bűnbocsánat és a Krisztus szerint élet, mondjuk lelkileg fogamzásképtelen lesz. Vagy akkor erre ugye mi a taktika? Mert az is döbbenetes bizonyságtétellel bír, hogy valakit láttak nyomorúságban élni, Krisztus megszabadított és szabad. Vagy akkor, testvérek, erre nincs technika, nincs mechanika, nincs sablon. Hanem akinek az életében valósága bizonyságtétel. Valósága bűnbocsánat, annak áldott lesz a bizonyságtétel. És lehet, hogy ti is megálltatok annál, hogy gyertek, nézzétek meg, vajon nem ője a Krisztus.
Mit gondolsz erről az igéről? Most akkor neki mégis bizonytalansága van ebben? Testvérek, nem. Neki bizonyossága volt benne, de azt mondta, hogy döntsétek el ti is magatok számára. Én már meggyőződtem, győződjetek meg ti személyesen róla, hogy ő a Krisztus. Ez kiderül a továbbiakban. Testvérek, egy gondolat még ehhez. Voltál-e már úgy, hogy beszéltél Jézusról, és azt láttad, hogy nincs foganatja a bizonyságtételednek. Ki volt már így? Ki nem, ugye? Testvérem, két dolog lehet. Az egyik az, hogy azért, ha elültetek egy diófa csemetét, az az estére nem fog gyümölcsöt hozni. Termést. Valamikor lassabban nő a vetés. Mikor én megtértem, utána néhány hét múlva, meg a bizonyság tétele után gyülekezetben, hogy várta, uram, hát nem adsz már jó, hogy oké, hogy az egész gyülekezet nem tért meg, de úgy már néhányan nem lehetne valami. Látsz, és azt mondta, hogy Gergő, elbíznád magad, ha ez ilyen hamar menne, csak tedd azt, amit rád bízok. Tehát lehet, hogy egy kicsit várni kell, de meg kell vizsgálni, hogy egy, valóság-e az életemben a bűnbocsánat? Kettő, komolyan veszem-e a saját bizonyságtételemet? Talán többen ismerjük, és ugye szülőföldjén vagyunk John Stottnak, már ugye a Brit-szigeten, egy áldott életű hívő teológus, lelkipásztor, és neki van egy ilyen könyve, ez kimondottan igehirdetőknek szánta, de mindenkinek érdemes elolvasni, ez a cím, hogy hiszek az igehirdetésben. És ennek a hátlap ajánlóján van az, hogy kedves igehirdető lelkipásztor testvérem, ha te úgy mész fel a szószékre, vagy úgy állsz oda a pulpitus meg, hogy hát elmondom, de úgyse fognak ők megtérni. Azt mondja, így állsz hozzá, hogy ha nem hiszel az ige hirdetésben, persze az ige hirdetés urában, akkor azt mondja, hogy tegyetek bizonyságot rólam, hirdetni kell a megtérést és a bűnbocsánatot a Krisztus nevében, úgy mész fel, hogy ennek semmi foganatja nem lesz, hogy biztos, hogy nem lesz semmi. De te úgy mész fel, hogy uram, totál lehetetlen emberileg, de te tudsz megtéréseket adni. Még a Glasgow Edinburgh tengelyen is, én rád bízom magamra. Magamat, a bizonyságtételt, meg az ige hallgatóit. Tehát ezt vizsgáld meg, hogy komolyan veszed a saját bizonyságtételedet, és valóság az életedben a bűnbocsánat. És ugye sokan hittek az asszony szava miatt, de Krisztusban. És az ige szakasz, nem az áruban, nézd meg, Gadarában azt mondják Jézusnak, hogy légy szíves, menj haza. Erre nekünk vannak cifrább megfogalmazásaink. Itt pedig Samáriába, Sikárba, és nem SMS-ben hívták Jézust, hanem személyes szóval. Gyere be, és náluk maradt. Egy kétnapos csendes hétvégére. Az Úr Jézus Krisztus. És azt mondják az asszonynak. Hát most leszólták az asszonyt. Most már nem a te szavad miatt hiszünk, hanem most már magunk hallottuk, ha itt hallásban van, hallottuk is, tudjuk, hogy valóban nő a világ üdvözítő. Nem. Legnagyobb elismerés, amit ez az asszony kapott. Hogy te beszéltél róla, hogy mit munkált a te életedben, de személyes meggyőződésünk, hogy a világ üdvözítője
ami személyes megváltónk lett. Testvérem, ha már új szíve vagy, amikor először hallottad az evangéliumot, vagy másodjára, vagy harmadjára, rácsodálkoztad, de jó, hogy neki az életében működik. Hát én csak nem vagyok olyan nagy hívő, mint Spurgeon, Stott, Pál apostol, meg néhány kortárs. Testvérem, ugyanaz a Krisztus. Ugyanúgy. Ugyanúgy működik. És nézd meg, hogy mit kell tenni. Nekem egyre inkább alászállani. Egyre csendesebbnek, egyre kisebbnek, egyre alázatosabb lenni, amit Keresztelő János mond. Akkor vagyok a legvédettebb helyzetben. Mert amikor elbizakodom, nekem ez már megy. Na akkor fog a probléma következni, és testvérem, itt ez a szakasz, ez itt pontozódik ki, és akkor hogyan tovább? Hogyan történt tovább a Samári asszony illetében? Testvérek, 101%-osak lehetünk benne, hogy házasságot kötöttek, és a házasság kötésig önmegtartóztató életet éltek. Mert ez a Biblia rendje. Ez az Isten rendje. Mi történt tovább Sikár városába? Mert tovább az ébredés. És akkor tegyük fel ezt a kérdést, hogy hogyan tovább az Úr Jézus Krisztussal, ha véget ér ez a csendes hétvége. Ha Jézus vissza nem jön, lesz ebéd, lesz morzsaszedés, és a morzsaszedés az nem azt jelenti, porszívózást jelenti, hanem milyen lelki morzsákat viszel haza. Valaki egyszer azt mondta, én viszem az egész asztalt. A morzsákat én az Isten kenyerét, lelki kenyerét viszem. Hogy lehet ezen megmaradni, testvérem? Nem tudsz egy akkora lelki töltetet kapni, hogy a következő csendes hétvégéig, ami azt hiszem novemberben lesz, addig kitartson. Sőt, testvérem, a következő vasárnapig se. Vagy nem tudom, hogy mikor szoktatok találkozni, vagy kinek hol van közösségi alkalma. Testvérem, naponként. Próbáld meg, hogy csak vasárnapokon ebéd eszel. Amikor gyülekezeti alkalomra mész, akkor van kaja, amúgy nincs. És a lelked? Az Isten igé az a mindennapi kenyér. Tehát rendszeres igeolvasás. És azért van a bibliósok kalauznak szisztémája, nem tudom, használjátok-e a Kárpát-medencei református bibliósok kalauzt, úgy van az megszerkesztve, hogy világ magyar reformátussága használhassa, hogy folyamatosan és párhuzamosan egy ószövetségi meg egy újszövetségi könyv van, és nem kimazsolázgatva igék, az is jó, hogy arany igéket találni minden nap, de hogy folyamatosan szeletelve. Nem törvény, de egy nagy áldás lehet. Rendszeres imádság. Ugye Jézus Krisztus nevében, az Atyához, a Szentlélek hullámosszán, és az imádságodban legyen az Úr magasztalása, legyen köszönetmondás, legyen bűnvallás, és legyen kérés, és legelőször másokért, üldözött keresztjénekre gondolunk-e? Vagy a saját magunk bajával vagyunk elfoglalt. Tudjátok, körülbelül 180 ezer testvérünket végzi ki évente a hitükért, amiről tud a világ. És még hányról nem tud. Tehát nagyon érdekes, hogy ez olyan, mondjuk olyan nagyon sok mindenkit ez nem zavar. Csak a világ nagyjait, akik a ilyen-olyan áll üldözöttekért felszólalnak, zárójá. Testvéreim, közösség. Közösség nélkül az ember kiaszik a tűz. Volt egyszer egy dél-afrikai benszülött, aki minden vasárnapra viradólag gyalogolt egy fél napot, mert ott volt közösség, és utána másnap hajnalban meg egy fél napot haza. És kérdezték vasárnap este ott a tábor tűzni, hogy öreg, hát hívő vagy már mióta, és minden héten gyalogolsz egy fél napot ide, meg egy fél napot, sokkal hasznosabbat tölteni otthon.
Miért? Az öreg nem szólt semmit, hogy égett a tábortűz, valami piszka fával kivett egy égő fahasábot, kitette a tűz mellé, és mikor az úgy bealudt, akkor visszatette újra a tűzbe, és az a fahasáb újra lángra kapott. Azt mondja, ezért jövök ide minden héten. A testvéri bátorítás, a testvéri kontroll, és az Isten megváltó gyermekének szolgálat, amit az Úr és a közösség rábíz. Nagyon lényeges, hogy személyes lelki gondozás, hogy legyen olyan lelki gondozód, aki a gondolati szintedig fel van hatalmazva, hogy belekérdezzen az életedbe. Fantázia szintig. Mert az Isten igéje a szívet, elhat az ízületek velük mélységéig, a gondolatokat vizsgálja. Ugye beszéltünk arról, hogy mivé lett mellettünk a családunk, mivé lehet a Krisztus nélkül, és mivé a Krisztusban. És rámutatott-e már az Úr, de ha megkérdezed, rá fog mutatni, hogy konkrétan ennek a csendes hétvégének mi az a gyümölcs hozadéka, amit el kell kezdened a Krisztus szerint, eddig nem tetted el kell, és amit abba kell hagynod a Krisztus szerint, amit eddig tettél, de nem szerinte való volt. Mondta egyszer csendes hétvége után valaki, hogy én mindent másképpen csinálok, na akkor se, ez a semmi. Mi az a konkrét? Egy, kettő, három dolog, amit az Úr szerint végzel. És nem lett az Úr nélkül. Kedves testőrem, nem lett az Úr nélkül. És ez a záró történetünk. Volt egy baromfi udvar, és lakott benne sok más mellett egy liba. Zárt hely volt, néha bejött a gazdasszony, egy-egy liba kollégirának a fejét lekapta, anélkül ment, hogy legyen ebéd. Néha hajkurázták a gunárok, feltűnő volt a nőiessége. Röfögtek a disznók, kukorékolt a kakas, nyivákoltak a kis csibék, és nem tudott, próbált repülni. Mindig puffant egy, és felnézett az égre, történelt, ez egy gondolkodó liba volt, látott egy sast. Szóval úgy emlékszem a biológiai tanulmányomból, ő is madár, én is madár vagyok. Ő repül, szabad, nem veszélyezteti a háziasszony. Nem zavarják a disznók. Ő tud repülni? Nem. És int neki, hogy sors, gyere már le, mert kérdeznék valamit. Szóval figyelj, te is madár vagy, én is. Te repülsz? Én nem. Hogy csinál? Taníts meg repülni. Azt mondjam, te liba vagy. Te magad erejéből nem tudsz repülni, de én innen ki tudlak vinni. Mert ez egy nagy sas volt, aki elbírta ezt, pont ezt a kategória libát. És azt mondta, hogy én holnap délbe itt leszek, ezen a szemétdombon találkozzunk, rájössz a hátamra, és megyünk. Másnap délbe liba barátunk ott volt, sas barátunk jött, azt mondta, egy a feladat. Te felülsz a hátamra, és mindent szerintem és velem végzel. Ha én behúzom a szárnyaimat, behúzod. Ha én kiterjesztem, kiterjeszted. Ha én balra dőlök, balra dősz, ha jobbra, jobbra. Ha magánakció, meghalsz. Mert lezuhansz. Rendben. Felszállnak. Hatalmas. Már látjuk Skóciát, már Írországot is, már a Kárpát-medencét is, már Afrikát is. Kinek az igéje volt? Szárnak elnek mind a sasok. Nem fáradnak el, nem lankad. Hú, gyönyörű. Már jön a háziasszony, engem nem talál, már jönnek a gúnárok, engem nem találnak, már a többiek nem zavarnak. És egy idő után, milyen jól megy nekem ez a repülés? Mi szükségem a sasra? És el
dobta magát a sastos, elkezdett zúrni, mint a tök. Testvérek, megtérés után. Rá vagyok utalva a Krisztusra. Mindent a Krisztusban, semmi magánakció. A Krisztus szerinti szolgálat, Krisztus szerinti napirend, Krisztus szerinti minden némű élet. Olyan jól megy nekem már ez a hívőlet. Mi szükségem nekem Krisztusra? És ezen a ponton süllyed Péter. És két különböző fordításban, két különböző megfogalmazás. Uram, ments meg, Uram, tarts meg. És mind a kettővel, mert ő ment meg a süllyedéstől, de ő tart meg a hívő életben és a szolgálatban. Ha már a Krisztusban vagy, nincs olyan, akit ez az elbizakodottság egy idő után ne kísértene, amikor megy ez nekem. De amikor elkezdesz süllyedni vagy zuhanni, na akkor nem mondd, hogy megy ez még nekem. És a kísértő ilyenkor, ha beadja, hogy már nem kiálltatsz Jézushoz, az se hidd el. Ez nem felhatalmazás arról, hogy lazulj nyugodtan, mert majd úgyis visszamehetsz az Úrhoz, hanem egy bátorítás, hogyha mégis zuhansz és süllyedsz, akkor hű az Isten. Ha mi megvalljuk vétkeinket, megbocsátja vétkeinket, és megszabadít minden hamisságtól. Jézus Krisztus neked mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Kérdezd meg, hogy mi az, amit a szívedre helyezett, mi az, amit abba kell hagynod, el kell kezdened, és kihez küld, hogy hozzá vezesd az ő lelke erejével. Imádkozzunk ezért. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy kihoztál bennünket a pusztába, hogy elcsendesedve a szívünkre beszélj, és látod, hogy mégis minden külső-belső zaj próbál meg bennünket a rád való figyelésünkben. Úr Jézus Krisztus, hogyha neked 2000 évvel ezelőtti Palesztina csendjében szükséged volt kivonulni lakatlan területre, pedig nem volt telefon, nem volt internet, nem volt gépzaj. Köszönjük, hogy ma nekünk mondod, csendesedjetek el, és ismerjétek fel, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Úr Jézus Krisztus, áld meg közösségünket, áld meg, akik az internet hullámhosszán vannak jelen, vagy akik majd felvételről hallgatni fogják a te üzenetedet. Köszönjük, hogy ugyanaz az Úr vagy. Könyörülj rajtunk, hogy ne akarjuk magunkat függetleníteni. Köszönjük, hogy meg akarsz újítani, meg akarsz erősíteni magadban, vagy a lelki halálból az életre akarsz támasztani. Bilincseket, kötelékeket te akarsz leoldozni, azért, hogy örömmel szolgáljunk neked másokért. Szólj, szólj hozzánk, Urunk, és ha te igédet pecséted a szívünkbe, Jézusért, Atyánk. Amen.